Több mint 20 témakör megvitatása várt a Paks képviselőit szerdán. A városvezetés az ülés első felében szervezeti és működési szabályzat, valamint költségvetés módosításról, közbeszerzési tervről és településrendezési eszközök módosításáról határozott. Egyhangú döntés született arról is, hogy Paks önkormányzata idén is kiírja a hagyományos és iparosított technológiával készült épületek energiamegtakarítást eredményező beruházásairól szóló pályázatát, például nyílászáró cserére, hőszigetelésre és fűtéskorszerűsítésre is pályázhatnak a lakásszövetkezetek és társasházak. Idén is, mint a tavalyi évben, 50 millió forintot különítettünk el még a 2022-es, tehát az idei évi költségvetésünkben, amit februárban fogadtunk el, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez elég is lesz arra, hogy kielégítsük itt a felmerülő igényeket. És én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, ennek a pályázati lehetőségnek, hiszen mindig nagyon népszerű, és hát ezzel is hozzájárulunk ahhoz, én azt gondolom, hogy ugye, amit már sok ideje hangsúlyozunk, meg hirdetünk, hogy zöld város is szeretnénk lenni, ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ez a célunk megvalósuljon. A képviselők véleményezték a paksi második Rákóczi Ferenc általános iskola átszervezését, amelyre azért van szükség, mert az intézményben az angol nyelvet magasabb szinten, 5. osztálytól emelt óraszámban kívánják oktatni. Zárt ajtók mögött tárgyalt a testület egy esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárásról. A törvény úgy szól, hogy 3000 fő feletti település polgármesterre semmilyen felügyelőbizottságban sem, semmilyen díjazásban nem részesülhet. Paksváros polgármestere a előző bizottságülésen elmondta, hogy ő a javadalmazást felvette, és már folyamatban van a lemondás a felügyelőbizottsági tagságáról. Ennek részleteit vizsgáltuk most. Ezen kívül pedig a méltatlansági eljárás pedig arról szól, hogy ő nem jelezte a képviselőtestület felé időben arról, hogy ez az összeférhetetlenség fennáll. Paks polgármestere úgy reagált, a róla szóló ügyben sem összeférhetetlenség, sem méltatlanság nem áll fenn. Hogy méltatlanságról akkor beszélhettünk volna, ha én ezt eltitkoltam volna a képviselőtestület vagy a bizottság elől, de én ezt nem tettem meg. Már a március 16. bizottsági ülésen jeleztem a bizottság elnökének, majd azt követően írásban is a bizottság elnökének március 17-én, hogy én ezt az összeférhetetlenséget megszüntettem, azaz lemondtam a felügyelőbizottsági tagságról. Szintén zárt ülésen határozott a grémium arról, hogy Gassner Róbert tűzoltó alezredes paksi tűzoltó parancsnok veheti át a Paksváros közbiztonságáért kitüntetést. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került ez a díj. Az átvételére május hónapjában kerül sor, itt a polgármesteri hivatalban ünnepélyes keretek között állófogadással. Ugye már elszoktunk ettől, hogy személyesen tudjuk átadni, én nagyon örülök, hogy végre kilábalt ebből a Covid-ból, és ezeket a díjakat most már személyesen át tudjuk nyújtani, és természetesen innen is gratulálok tűzoltó alezredes úrnak. A testületi ülés döntéseiről részletesen is beszámolunk pénteken a Testületi Tudósítások című magazinban.